Elképesztő, hogy továbbra sem hallják meg a postások követeléseit, viszont egy ország működésének szempontjából elengedhetetlenül fontos, hogy létezzen egy jól működő, normális postaszolgáltatás. Ez ma messze menőkig nincs így, hiszen azt a több ezer postást, aki nap mint nap értünk dolgozik, továbbra is tulajdonképpen semmibe veszik. És teszik mindezt rendkívül rossz körülmények között és nevetségesen, méltánytalanul alacsony fizetésért. Ez még a járványhelyzet alatt sem változott, ugyanis nemrégiben kettő postás szakszervezet is kérte a kormányt, hogy a Magyar Posta azon dolgozói, akik nagyobb fertőzés veszélynek vannak kitéve, tehát az a mintegy 5000-nyi levélfelvételen dolgozó postás, és az a mintegy 8000-nyi utcán szolgálatot teljesítő postás, ha akarja, soron kívül juthasson a koronavírus elleni védőoltáshoz. Illetőleg ezzel összefüggésben, hogyha mégis táppénzre kell menniük, akkor 100%-os legyen a táppénz. Ez a két kérés nagyon is megindokolható, hiszen hogyha megfertőződik és táppénzre kerül, akkor ez a táppénz csak 60%-ot fedez. Ez pedig könnyen belátható, hogy semmire sem elég. Ugyanis tudják-e, hogy mennyit keres ma egy postás? Elmondom. A minimálbért, vagy pedig a szakmunkás bérminimumot. Az előbbi 108, az utóbbi 140 ezer forint nettóban. Ez önmagában felháborító és vérlázító tény. Persze korábban a Nemzeti Fejlesztési Minisztériumnak megvolt erre is a válasza, hogy miért is nem lehet emelni és tisztességes béreket biztosítani a postásoknak. Azt állították, és a magyar kormány azt állítja, hogy az Európai Bizottság miatt, ugyanis az Európai Unió piaci versennyel összefüggésben lévő szabályai nem teszik lehetővé, hogy egy állami cégű tulajdont az állam 15 millió euró fölött támogasson, ez egyébként nagyjából 5 milliárd forint. És megjegyzem, ez az 5 milliárd forint, ez lényegében arra elég, az elmúlt években mindig arra volt elég, hogy a piaci alapon veszteséges évet záró posta mégis valamiféle minimális nyereséget könyvelhessen el. Teljesen nyilvánvaló persze, hogy ez az 5 milliárd forint nem elegendő arra, hogy normális bérfejlesztést lehessen kivitelezni. Így hát a magyar kormány azt is mondhatja, hogy az Európai Unió miatt nem lehetséges a béremelés. Itt jön viszont az égbe kiáltó bűn, hogy ugyanis ennek csak a fele igaz. Valóban igaz ez a 15 millió forintnyi felső plafon, amit az Európai Bizottság meghatároz, viszont van példa rá, hogy lehet fordulni az Európai Bizottsághoz, hogy ezt kibővítsék, ahogy egyébként a Lengyel Nemzeti Posta tette az elmúlt időszakban, és meg tudták emelni a lengyel postásoknak a fizetését. Ezért a Mi Hazánk mozgalom nyomatékosan felkéri a kormányt, hogy forduljon az Európai Bizottsághoz, hogy többet adhasson a postának a 15 millió eurónál, tehát ennél az 5 milliárdnyi forintnál, hogy végre sok éve, sok évtizedes mulasztást tudjunk semmissé tenni, és végre megfelelő fizetést kaphassanak a magyar postások. És azt is hozzá kell fűznünk, hogyha a magyar kormány megfogadja ezen kérésünket, és odafordul az Európai Bizottsághoz, és az Európai Bizottságnál ez süket fülekre talál, tehát nem hajlandóak megadni ezt az engedélyt a többlet összegre, akkor a Mi Hazánk szerint egész egyszerűen figyelmen kívül kell hagyni az Európai Bizottságnak ezt a tiltását, mert szerintünk a legfontosabb a dolgozó magyar ember, a magyar postás, a többi minket nem érdekel. Összegzésképpen tehát követeljük a magyar kormánytól, hogy legyen 100%-os a járványhelyzet alatt a táppénz a postások részére. Önkéntes alapon, hogyha valaki fel szeretné venni az oltást, akkor legyen joga neki erre soron kívül, illetőleg azonnal kezdjék meg a lépéseket, forduljanak az Európai Bizottsághoz azért, hogy végre tisztességes béreket tudjunk biztosítani a postásoknak, mert a magyar postás ennél jóval többet érdemel, tiszteletet és megbecsülést érdemel.